Olyan kérdés is lesz, ami azt taglalja, hogy mennyivel csökkentsük budapesti politikusok és tanácsadók fizetését, ha már spórolunk. Jogos kérdés, nyilván a lakógyűlésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan merült ez föl, mert van a lakálymédia által annyit pörgetett egyébként valótlan információ, hogy nekem mennyi tanácsadóm van. A fővárosi önkormányzat tanácsadói egyébként valójában köztisztviselők, akik egyáltalán nem politikai munkát végeznek. Viszont arra büszke vagyok, hogy szemmel az előző ciklussal a fővárosi közgyűlésben van demokrácia, vannak frakciók, ellenzéki frakciók is vannak. És szemben a parlamenttel, ahol a Fidesz az ellenzéki frakció költségkeretét csökkentve próbál spórolni, egyébként nyilvánvalóan az összköltségvetéshez képest nevetséges összegeket. Én büszke vagyok arra, hogy az ellenzéki frakcióknak is vannak szakértői, tanácsadói munkatársai itt a fővárosi közgyűlésben. Demokrácia nincsen ellenzék nélkül, ellenzék pedig nincsen tanácsadók nélkül. Ez a nagy helyzet. Ez a budapesti lakógyűlés, ahogy látom, ugyanaz a séma, mint a nemzeti konzultáció, csak budapestiekkel és más témákkal, mondja valaki. Vannak, akik azt gondolják valóban, hogy ez egyfajta nemzeti konzultáció, szerintem nincs igazuk, ez szerintem pont az ellenkezője. A nemzeti konzultáció az emberek megvezetése, a budapesti lakógyűlés pedig az emberek megkérdezése. Nagy különbség. A 14 évesek miért is szavazhatnak? Most ebben a pillanatban már nagykorúak lettek hirtelen? Lehet, hogy a törvény betűjének megfelelően nem lettek nagykorúak egyből, de attól még lehetnek elég okosak ahhoz, hogy legyen véleményük, és ezt el is mondják a budapesti lakógyűlésen. Ezt a várost a jövőnek építjük, na, hogy a fiatalok véleményét is kikérjük erről. Mi szerepel az autós forgalommal kapcsolatban abban a támogatási szerződésben, amelyet a kormány kötött a fővárossal, kérdezi valaki, nyilván a Lánchíddal kapcsolatosan. Bár szerződésünk nincs, sajnos, van egy közös döntésünk, amelyen ott szerepel az én aláírásom és a kormány képviselőinek, többek között Gulyás Gergely miniszter úrnak az aláírása. Ebben az szerepel, hogy a Lánchíd végleges forgalmi rendjéről a beruházás befejezéséig kell dönteni. Tehát magyarán az, hogy a kormány ad pénzt a Lánchídra, az egy dolog, az, hogy utána milyen forgalmi rend lesz, az pedig egy másik dolog. És ezt nem a kormány fogja eldönteni, nem is én fogom eldönteni, hanem ti. Most meg előjön belőlem a politológus, na mindegy.